Encsencsen folyamatosan korszerűsítik a közintézményeket, az általános iskolát, az óvodát és az orvosi rendelőt. A beruházások mellett az utak, a közterületek felújítása is megtörtént. A tervek között a települést nyírbéltekkel összekötő út renoválása is szerepel. Az elmúlt években rendkívül nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy az intézményeink megújuljanak, és akkor szépen mentünk sorba, kezdtük az orvosi rendelővel, az óvoda, az iskola megújult, folyamatos fejlesztések történtek a település életében. A belvízelvezető rendszerek megújultak, néhány évvel ezelőtt megvalósult a szennyvízberuházás, ami a település életében a legnagyobb léptékű beruházás volt, és készülünk tovább, tehát sok tennivalónk van még. Ami most ebben az évben igazán aktuálissá válik, ez a Zencsencs-Bélteki összekötő útnak a felújítása. Itt már az út elhasználódott, mindenféleképpen szükségszerű egy felújítás. Nagyon fontos, hogy a kötelező feladataink ellátásához szükséges bölcsődei férőhelyeket kialakíthassuk. Így bölcsődét tervezünk építeni a következő időszakban, és bizony még néhány vízelvezető rendszerünk felújításra szorul, és szükséges lenne egy-két belterületi útszakaszt is felújítani. Jelentősen javított a közlekedésbiztonságot levelek új körforgalma. A forgalmas csomópontban új buszöblöket alakítottak ki, megújult a térvilágítás, és a vízelvezetést is megoldották a fejlesztés keretében. Az elmúlt években több, tehát gépkocsi, illetve gyalogos kerékpáros baleset is történt. Ez egy nagyon nagy forgalmú útszakasz, és itt bizony a gyalogosok, a kerékpárosok nagyon nehezen tudtak átkelni, a gépkocsival kihajtani, és több közlekedési baleset is történt az elmúlt években. Ünnepélyesen is várossá avatták Nyírbogátot október 11-én. Az ezt jelképező kulcsot és díszoklevelet a település polgármestere Novák Katalin családügyi minisztertől vette át. Az ünnepségen a polgármester azt mondta, az itt élő emberek munkáját ismerték el a városi rang adományozásával. A városi cím elnyerése nagyszerű és méltó elismerése az itt élő emberek munkásságának. Valljuk, hogy ez a megtiszteltetés ennek a közösségnek, a több évtizedes munkájának az eredménye. Célunk, hogy Nyírbogát az itt élők számára jelentse az otthont, és egy szerethető kisvárossá váljon Nyírbogát. Mi itt továbbra is azon dolgozunk, hogy minél kényelmesebb, minél jobb és komfortosabb, minél harmonikusabb környezetben éljünk. Új 45 millió köbméteres árapasztó tározót építenek a Tiszán, a Palát-Csécsei öblözetben. A védműre azért van szükség, hogy csökkentsék az árvíz esélyét Tiszabecs térségében. Ez már a 7. ilyen tározó a Tisza mentén. Tudnunk kell, hogy milyen a vízárása, ennek kiváló, azt lehet mondani, tehát a gumitömítések, az illesztések, azok mind a beton felület kialakítások azt mutatják, hogy egy vízterhelésnél 5-6 méteres is lehet. Ezt tudni kell. Nem nulla a vízátbocsátása olyankor, hiszen valamennyi megengedett, de azon belül is, annak a 10%-a körülbelül, hogy még annyi sincs, amit produkált. Tehát ez már elkészült, és egy leendő árvíznél, ami bármikor jöhet, ez ellen tud majd állni. A térségben egy 150 kW-os napelempark is épül, hogy biztosítsa a szivattyútelep áramellátását. Emellett Tiszakóródon új gátőrház, Tiszabecsnél pedig árvízvédelmi raktár létesül. A teljes programra 36 milliárd forintos uniós támogatást nyert a Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság.